Sok cég a szakképzett munkaerőhiányt korábbi dolgozóival pótolja, akár úgy, hogy visszahívják a már nyugdíjba vonult munkatársaikat, ha egészségi állapotuk megengedi. Ennél a nyíregyházi cégnél is jellemző ez, jelenleg 10-12 ilyen munkavállalójuk van. Mert nekünk is szükségünk van arra, hogy nyugdíjasokat foglalkoztassunk. Egyeneságon foglalkoztatjuk azért, mert nagyon sok szakmai program van nálunk. Arra a konyhára, ahol kedden megbetegszik a szakács, vagy baleset érte, szerdán nem lehet egy szakácsot találni a nyugdíjaszövetkezetni, oda szakembert kell beállítani. Ha beállítok és kell nekem egy nyomdai gépmester, akkor vele fogok szerződést kötni. Egyre többen keresik fel ezt a nyíregyházi nyugdíjas szövetkezetet is. Mind a munkáltatók, mind a nyugdíjasok. Megtudtuk, naponta több cég is érdeklődik a nyugdíj melletti foglalkoztatás feltételeiről, főleg azok a vállalkozások, ahol munkaerőhiány van. Ennél a munkaerőközvetítőnél jelenleg közel 300 fő szerepel a nyugdíjasokból álló adatbázisban. Elsősorban az élelmiszerfeldolgozó iparban keresik a munkaerőt. Fontos szempont, hogyha a nyugdíjasok szövetkezeten keresztül állnak munkába, akár 10-12%-kal is több pénzt vihetnek haza, mondta el a szövetkezet elnöke. Ennél a szövetkezetnél kell regisztrálni munkába lépés előtt. A tagság létrejön, és onnantól egy végtelenül egyszerű megállapodással konkrétan arra a munkahelyre kötünk vele szerződést, ami tartalmazza a munkabérét, tartalmazza a céghez tartozó összes olyan paramétert, ami a foglalkoztatást leírja vagy körülírja, és így a munkavállaló oldaláról megtörténik ez a, tehát a folyamat zárul és munkára képes állapotba kerül, orvosvizsgálatot kérünk, tehát alkalmassági vizsgálatot bonyolítunk vele, illetve a cégnél egy vállalkozási szerződést kötünk, aminek a keretén belül meghatározzuk a megállapodás feltételeit, és így a két oldal egymással találkozhat. A munkavállaló a nyugdíja mellett megkapja a fizetését. Ebből a plusz jövedelemből adózniuk kell, aminek a mértéke mindössze 15%.